Köszöntöm a Presszó nézőit! A magyar gazdaság stabilitása és fejlődése a kiskereskedelemben jól látható és jól mérhető. Emellett az élelmiszer, illetve a vegyes kiskereskedelmi forgalom 34 hónapja folyamatosan bővül, mely meghaladja az európai átlagot. Hangsúlyozta Fónagy János parlamenti államtitkára Penny Market Magyarország szerdai ásónyom ünnepségén. A 7,7 milliárd forintból megvalósuló Veszprémi Penny Market logisztikai központ már a harmadik magyarországi telephelye az üzletláncnak. Az alapkövet a déli intézményközpontban helyezték el. Most pedig megkérem a kollégánkat. Jelentős 7,7 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a Penny Market Magyarország. A társaság új logisztikai központját a Veszprémi déli intézményközpontban építi meg 10 hektáros területen. A munkálatok kezdetét jelző ásónyom ünnepséget november 9-én tartották meg a megyeszékhelyen. Az új 130 munkatársat foglalkoztató központ Nyugat-Magyarországon 60 üzletet fog kényelmesen kiszolgálni. Csökken a szállítási távolság az üzletek és a raktárak között, így a Penny biztosítani tudja, hogy mindig a legfrissebb termék kerüljön az üzletek polcaira. Másrészt a környezetre is kevesebb terhelést jelent majd a járművek káros anyag kibocsátása. Megtisztelő a magyar kormányzat képviseletében is személyesen üdvözölni egy olyan beruházást, amely jó irányba pozitívan befolyásolja mind Veszprém városa, mind az egész térségnek a fejlődését, gazdasági életét. Ottli Géza, egy népszerű magyar író írja egy helyütt, hogy a világhoz nem alkalmazkodni kell, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. Hozzáadni. Számomra ez az, amely a cég működésében, legyen az bármekkora vagy bármilyen profilú, a legfontosabb tényező. Mi az a többlet, amellyel hozzájárul egy pezsgő piaci környezet megteremtéséhez, versenyképességhez, és ami a legfontosabb, az emberek életminőségének növeléséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy munkahelyeket teremtünk a régióban, így az üzletlánc hozzájárulhat a gazdaság növekedéséhez, fogalmazott Jens Tilo Krieger, a Penny Market ügyvezető igazgatója. Magyarország nyugati felén a Dunántúlon kerestünk egy telephelyet, ahonnan központilag tudjuk ellátni a Balaton felvidéket, illetve a Balatontól délre eső területeket egészen az osztrák határig bezárólag. Itt találtunk egy olyan helyszínre, ahonnan kedvező költségen, környezetkímélő módon és hatékonyan tudjuk ellátni az üzleteinket. Az új logisztikai központ nem csak a vonatkozó energetikai előírásoknak felel meg, hanem napelemes rendszer telepítésére is alkalmas lesz. A 21. századi követelményeknek megfelelő beruházást hozzáértő magyar partnerekkel valósítják meg. Ez egy valóban jó kérdés. A Penny 20 éve Magyarországon arról ismert, hogy igen kedvező áron kimagasló minőségű termékeket kínál. Ebből következően nagyon sok hűséges, hozzánk ragaszkodó vásárlónk van. Emellett természetesen, amit egy 3-4 évvel ezelőtt kezdődött korszerűsítési programunk is arra szolgál, hogy új vevőket, új vevőcsoportokat nyerjünk meg. És teljesen igaza van abban, amikor azt említette, hogy Magyarországon a kereskedelemben az élbolyba tartozunk, és ezt a helyzetet Magyarországon meg is fogjuk őrizni a következő 20 évre is. Az új logisztikai központ építése nem csak egy beruházást jelent, hanem a Penny Market új kapcsolatainak kezdetét is az adott régióval. Emelte ki Szilke Jánc, a Penny Market pénzügyi igazgatója. Ebből a logisztikai központból 60 üzletet látunk el Nyugat-Magyarországon. Mint ahogy Krieger úr említette, a fiókhálózat bővítésével a távlatilag 220 üzletünket ebből a három logisztikai központból nagyon kedvező árszinten és nagyon hatékonyan fogjuk tudni ellátni. A most épülő egységtől a meglévő két raktár Alsónémedi és Karcag működésének egyszerűsödését várja a vállalat.
A jelenlegi árukínálatunk mintegy 60%-a a magyar termelőktől, magyar gyártóktól származik. Emellett természetesen azon leszünk, hogy mind az építkezés során, mind pedig az árukínálatunk kialakítása során Veszprém, illetve környékbeli termelőket, gyártókat is szintén figyelembe vegyünk. A központban dolgozó szakemberek munkáját új gépek és modern felszerelések segítik majd. Veszprém infrastruktúrája kiváló. A transferbusz és egy újonnan épített kerékpárút biztosítja a logisztikai központ megközelíthetőségét. A Penny ezentúl 7000 cserje ültetésével tesz a környezetért. Én nagyon hálás vagyok a Penny-nek, hogy úgy döntöttek, hogy Veszprém egy alkalmas helyszín lesz egy ilyen volumenű beruházásnak a megkezdésére. Én biztos vagyok benne veszprémi polgármesterként, hogy a lehető legjobb döntést hozták. Azzal, hogy 20 éve a Penny markánsan jelen van Magyarországon és sikeres, ez a Penny bölcsességét mutatja, hiszen a menedzsment mindig megfelelő, a tulajdonosi kör mindig megfelelő döntést hozott. A mostani döntésük is azt kívánom mindenkinek, hogy ugyanolyan sikeres legyen, mint a mögöttünk hagyott 20 esztendejük. A Penny Market számára 2016 a megújulás éve. A vállalat nemrég fejezte be áruházainak felújítását, és 207. egységét is megnyitotta Magyarországon. A megújulást a szeptemberben indított kreatív kommunikációs kampány is támogatja. Régebben a téli esték kedvelt sültsemegéje volt, mára viszont egyre divatosabbá válik. A sütőtökből készült ételek receptjeinek manapság se szeri, se száma. Az őszi-téli időszak kedvelt zöldségféléje azon kívül, hogy finom, számos az emberi szervezet számára hasznos anyagot is tartalmaz. Martó János séf stúdiónkban ma ebből a zöldségből készít néhány finomságot. Köszöntöm kedves nézőinket! Ismét ellátogatott hozzánk Martó János, szervusz! Jó estét kívánok! Aki séf, mint már tudhatják, és ma az őszi ételek lesz a témánk. Milyen ételekkel készültél nekünk? Hát a sütőtök jegyében fogunk ételeket készíteni. Most van a szezonja, úgy gondolom, hogy ez a tél végéig ki is tart. Sütőtök krémlevest fogunk elkészíteni, illetve békönbetekert sütőtököt fogunk készíteni egy friss kevert salátával. Tőled már megszokhattuk, hogy egy kicsit mindig újítod, reformálod a dolgokat. Ugye, ha visszaemlékeznek, a túrógombócra az is egy kicsit extrább volt. Nekem például egy újdonság. Sütőtök krémleves téren is várható valami újítás? Hát igazából annyi újítás, hogy a sűrítő anyaga az burgonya lesz, tehát burgonyával fogjuk sűríteni, és hogy hidegen fogjuk most elkészíteni. Igazából a sütőtök krémlevesben ennyi variáció van. A másik ételről pedig annyi, hogy a sütőtököt nyersen is el lehet készíteni, illetve félig megfőzve, és akkor mind főétel lehet elkészíteni. Melyiknek ugorjunk neki először? Szerintem elsőként a sütőtök krémlevest kezdjük el, amihez hagyományos sütőtököt használhatunk. Van, aki a kanadai tökből készíti, én a hagyományos sütőtököt szoktam. Várjál, melyik a kanadai tök? Igazából annak ilyes. Jaj, amiből lámpást faragunk. Így van, amiből lámpást faragunk. Én ezt a hagyományos tököt szoktam használni. Mindenképpen első lépésként félbe kell vágnunk, fel kell darabolnunk, és ki kell vágnunk a magházát. Vannak olyan áruházak, ahol már lehet olyat is kapni, ami félbe van vágva, akár vehetünk úgy is. Ezután meg kell sütnünk a sütőtököt a sütőtök krémleveshez. Nagyon egyszerű, tepsire kell helyeznünk a sütőtököt még hozzá a héjával lefelé, és meg kell hintenünk sóval, és berakni körülbelül 180 és 200 fok közé előmelegített sütőbe, és addig kell sütni, még a villa szépen átszalad a tökön. Tehát az a lényeg, hogy szépen megsüljön, a cukor egy picit kikaramellizálódjon a sütőtökön, és gyönyörű szépen megpuhuljon. Miután megsült a sütőtökünk, szépen kiveszünk a tepsit, és hagyjuk kihűlni, nem kell piszkálni, hagyni kell, hogy kihűljön.
Ezután le fogjuk hántani a héjat, le kell szépen egy kis késsel húzni a héjat, vagy van egy egyszerű verzió, evőkanállal szépen kihúzni, és akkor meg fogjuk kapni a sülcsütőt, amit akár össze is lehet törni, gyereknek pépként odaadni, vagy akár egy rántott húshoz köretet lehet belőle készíteni. Nem is gondoltam. Ez lesz a krémlevesünk alapja, amit majd a turmixba fogunk belerakni. Jobb lesz, ha te csinálod, én is úgy gondolom. Sütőtök elkészítés még alternatíváit tudsz nekünk mondani? Tehát hogy ízesítsem, hogyha szeretnék egy kicsit újat kipróbálni? Igazából a sütőtöket nagyon sokféleképpen el lehet készíteni. Vannak, akik sósabbra készítik, ha levest készítenek, vannak, akik édeskésebben, én jobban szeretem, ha egy picit édeskésebb. Fűszerezéssel, zöld fűszer minden dominál hozzá, tehát lehet akár bazsalikommal ízesíteni, lehet akár gyömbérrel ízesíteni, nagyon finom a gyömbéres, én azt mondjuk jobban kedvelem. Tehát nagyon sokféle dologgal lehet, beszélgetünk itt a rozmaringról, hogyha köretet készítünk, akár csinálhatjuk azt is, hogy meghámozzuk a sütőtököt, kockára vágjuk még nyers állapotában, vizet forralunk, abban leforrázzuk, és utána vajon szépen átpároljuk, és rozmaringgal megfűszerezzük, hasonló köret, mint egy petrezselymes burgonya, de mégis más, kicsit könnyedebb. Benne van a kehelybe a sütőtök, hozzá főtt burgonyát, ez jelen esetben sárga burgonya. Mennyit köbö? Mert ez most egy negyednek tűnik. Igazából lehet úgy használni, hogy egy negyed rész burgonya és három negyed rész sütőtök. Aha, tehát így a visszanyítási alaphoz. Igen. Azért maradjunk meg. Túl sok burgonyát ne rakjunk bele, mert akkor nagyon érződni fog a burgonya, dominálni fog, viszont nagyon szép állagot fog neki kölcsönözni, és mégse lisztel sűrítjük. Gluténmentes. Mondhatjuk azt, igen, és alaplével fogjuk majd ezt az egészet felönteni. Ezt te mindig házilag főzöd, vagy kockából, vagy... Hát a legjobb, csak a gyors legyen. A legjobb az, hogyha saját magunk készítünk, nem kockából. Akár csirkecsontot feldobunk egy pici zöldséggel, hagyjuk egy-két órát fönn és leszűrjük. Nyilván azt szoktam mondani, hogy a házi asszonyok azért szeretik a félkész dolgokat, tehát nyugodtan fel lehet dobni egy liter vizet, beledobni egy gyengébb kockát. Lehetőség szerint nem marhahús leves kockát használjunk, hogyha ilyen leszálljuk el magunkat, hanem egy szárnyas kockát, és akkor ezzel az alaplével nyugodtan lehet ízesíteni. Hogyha megmarad a hétvégi levesből, nyugodtan lehet használni. Mennyi nap? Hány napig áll el? Hát legalább 3 napot a húsleves kibír hűtőbe, tehát mondjuk egy vasárnapi húsleves, hát kedden még biztos, szerdán inkább kiforralni, megkóstolni. Aha. Ha jó íze van, akkor el lehet használni, ha nem, akkor ki kell önteni, de szerintem hétfő kedden még nyugodtan lehet krémlevest. Fagyasztani? Nem. Hú, ez ilyen szentségtörés volt. Nem, mert megtörik a színe, tehát azt tudni kell, hogyha lefagyasztod és kiforrad, utána egy homályos valami lesz belőle, úgyhogy nem. Elkezdjük leturmixolni. Hátrébb álljak? Reméljük, hogy nem bág ki. A krumplit nehezen viszi kicsit. Igen, majd... Ó, most be fog indulni. Ezt is érzésre, vagy... Ez folyamatosan apránként, attól függ, hogy milyen a burgonya, illetve milyen a sütőtök, mert azért nem egyforma a sütőtök, és attól függ, hogy mennyit vesz fel, és ha jó krémlevest akarunk, akkor nem csináljuk nagyon hígra. Aha, szép színe van. Ehhez Bibi étel kinézetű. Igen, ehhez még ezt hozzáöntjük mindenképpen, és fogunk tejszínt önteni hozzá. Az fogja megadni majd a krémességét. Belekezdtünk közben, hogy körülbelül mennyi levest és mennyi tejszínt használsz? Ez nagyjából most 1 liter alaplé volt, és körülbelül 1,5 deci tejszín volt, és ez körülbelül egy jó 3 adagnyi leves lesz majd. Dolgozik.
Ha valakinek nincs otthon Turmix gép, akkor a robottal Rudmixerrel lehet nyugodtan készíteni. Azt majd el is akarom mondani, hogy igazából ez most egy hideg leves, hidegen készítjük el ezt a levest. Nyilván a sütőtől krémleves, ez egy forró leves, ilyenkor ezt a levest takaréklángon szépen fel lehet forralni, meg lehet melegíteni, és nem fog a tejszín kicsapódni. Türelmesnek kell igazából ezzel lenni, hiszen hogyha türelmesek vagyunk, nagyon szép állaga lesz majd ennek a levesnek. Most ízesítjük. Jöhet hozzá a méz, mivel sóztuk a sütőtököt, illetve az alaplében is van só, így a sósságot már nem kell beállítanunk. Mézből, egy nagy evőkanál? Mézből használhatunk nyugodtan egy nagy evőkanálnyit. Aki édesebben szereti, az rakhat bele többet. Egy nagyon pici borsot őrüljünk bele. És még egy pici tejszín lehet hozzá. Jó élete van nagyon. Hú, ez mennyi tejszín volt? Az azért 2 deci? Nagyjából 1-2 deci fog elmenni a bele. Türelemjáték. Így van. És fontos az, hogy alacsony lángon melegítsük utána? Ez azért van, hogy a tejszín ne csapódjon ki, mert ha a tejszín kicsapódik, akkor hópelyhes lesz igazából, és ez nem esztétikus. Van, akinek az annyira nem tetszik. Én ezért szoktam azt mondani, hogy alacsony lángon szépen vissza lehet melegíteni, de amennyiben nem hidegen készítjük, hanem van főzőlapunk meg berendezett konyhánk, akkor úgy készítjük, hogy megsütjük a sütőtököt, azzal meg vagyunk, meghámoztuk, és vajat melegítünk egy edénybe, arra szépen rádobjuk a megsült sütőtököt, ízesíthetjük rögtön az elején mézzel, megborsozhatjuk, picit sót szórhatunk rá, és ilyenkor rá hozzáadjuk a megfőzött burgonyát, felöntjük az alaplével, felforraljuk, és amikor felforrt, akkor fogjuk szépen és rúdmixerrel, addig nyomjuk a rúdmixert, még sima állaga nem lesz, és amikor ez megtörtént, hogy sima állaga van, akkor hozzáadhatjuk a tejszínt, de ne adjuk hozzá, hanem szűrjük át szitán, azért, hogy így van, hogy ne legyen darabos a leves, és miután átszűrtük, visszarakjuk a lángra, és akkor adjuk hozzá a tejszínt. Mikor meleg leveshez adunk hozzá a tejszínt, akkor azt hőkiegyenlítéssel kell végezni. Még én is tudom. Így van. Nagyjából majdnem megvagyunk a levessel. Az állag az körülbelül ez. Vannak olyanok, akik azt szeretik, hogyha ettől sűrűbb a leves, kint például Angliában a krémleves az igazából egy püré. Én jobban szeretem, hogyha egy picit folyik. Elkészültünk a levesre, úgyhogy tálalhatunk is. Én a sütőtöknek a szebb részét meghagytam, és egy pár kockát még meghagytam. Ezt bele fogom rakni majd a tányérba. Ez lesz a levesünk betétje. És levesbe... Akartam is mondani, hogy ne ebbe rakd a levest, mert nagyon olyan színű lenne. Levesbetétnek igazából használhatunk bármit, akár egy égetett tésztát, magában sütőtököt visszatálalhatjuk, ez nagyon vicces tud lenni, akár használhatunk hozzá tök magot, tehát rakhatunk nyugodtan tök magot is bele, vagy akár kenyérkockát, levesgyöngyöt használhatunk hozzá, vagy tök magolajjal is fogyaszthatjuk. Tök magolajnak tényleg... Tehát visszajön a tökmag íz benne? Dominánsabb lesz az íze. Én nem vagyok nagy tökmagolaj rajongó, viszont ehhez a leveshez én is szoktam fogyasztani, mert jó íze van tőle. És akkor mi is rakunk most egy nagyon picit rá. Kiki mennyit szeret. Aztán jöhet egy nagyon pici virágdíszítés. Micsoda? Ezek szárított virágok. Ehető virágok? Igen. És ezek milyen virágok? Ez többféle. Van benne rózsa, van benne levendula, néhány fűszernövény van benne. Nagyon szép. És ilyet lehet készen is venni? Vagy ezt lehet készen venni. És akkor a sütőtök krémlevesünk elkészült, sütőtök kockákkal, és van benne egy pici tökmagot csak egyszerűen szárazon, egy sima serpenyőbe beleöntjük, és szépen megpirítjuk. És akkor a leves tetejére rá lehet szedni. Tartalmas amúgy. Igen. Tejszínes.
Vasárnapi ebédnél pedig csak kirakjuk egy leveses tába, és mindenki kiszedi magának, és akkor mellé ki tudjuk rakni a különböző betéteket. Azt nem mondom, hogy amit most következőleg megcsinálnak ez a békönbeteket, együtt nem mennek szerintem. Tehát azért már sok lenne annyi a többből egy étkezésnél. Hát attól függ, hogy ki mennyire szereti. Én inkább úgy tudnám ezt elképzelni, amit most készíteni fogunk, hogy egy jó rozéra sült kacsamell, vagy egy pirosra sült libacomb, és akkor egy ilyen köret mellé, és egy olyan leves előtte, akkor az úgy elmegy, de egy krémleves után egy joghurtos kevercsalát az egy kicsit ütős, úgyhogy azt nem javasoljuk, ezeket külön-külön fogyasztva viszont nagyon is ajánljuk mindenkinek. Jó. Akkor álljunk is neki, én azt mondom. Ezt itt hagyod így előttem? Igen, de lefedem, és akár le is rakhatjuk, hogyha, és akkor nincs útba. Joghurtos kevert salátához bármilyen salátát használhatunk, ami éppen a piacon, az áruházakban van, és amihez kedvünk van. Rukkolát hoztam. Rukkolát hoztam, meg jégsalátát. Jégsalátát. Legalább egy 2-3 féle salátát nyugodtan használjunk bele. Ezt múltkor is elmondtad, hogy úgy jó a saláta, hogyha többféle. Igen, úgy gondolom, hogy akkor... összetevővel használjuk. Akkor sokkal jobb íze van. Jégsalátát nyugodtan késsel lehet vágni. Apró csíkokra, ahogy nézem. Csíkokra, kockára, akár téphetjük is, kinek hogy tetszik. Egy keverőtába vagy egy tálkába szépen belerakjuk. Adunk hozzá rukkolát. Rukkolának nagyon intenzív íze van, ezt múltkor megállapítottam. Így van. Ha valakinek ez az íz nagyon markáns, akkor azt szoktam javasolni, hogy használjon madársalátát, annak egy kicsit gyengébb íze van, akár fejes salátát, vagy lorórosszot. Azt is nyugodtan bele lehet keverni. Ebbe a salátába is lehet nyugodtan használni sütőtököt, tehát rakhatunk bele nyugodtan. Előfőzött, leforrázott sütőtököt nyugodtan bele lehet keverni. Ezt, amit a leves betétnek készítettem, én ezt szépen bele is fogom rakni. Aztán, hogy szép színes legyen, hoztam kápia paprikát. Nyami. Ettől egy picit még színes lesz a saláta. De hogyha vegetáriánusok készítik, akkor annyi, hogy békön nélkül készítsék el ezt a ételt, és akár úgy elkészíthetik, hogy meghámozzák a sütőtököt, felszeletelik, sütőlemezre helyezik, megszórják fűszerekkel, sóval, borssal, akár egy pici bazsalikommal, vagy rozmaringgal, és mézzel megcsurgatják, és berakják a sütőbe 180-200 fokra, szépen megsütik a sütőtököt, és a salátára ráhelyezik, és akkor már van egy vegetáriánus főétel, ami, hogyha úgy vesszük, még gluténmentes is, tehát a gluténérzékenyeknek is fogyasztható. Mire érdemes, ezt nem kérdeztem meg az elején figyelni, amikor tököt veszünk. Külsérelmi nyomok gondolom ne legyenek, vagy? Igazából ne legyen puhatök, fes legyen, jól nézzen ki. Én meg szoktam nézni, megmondom őszintén, amelyik szimpatikus. Én nem szeretem ezeket a nagyon hosszú tököket, hanem kicsit ilyen ducit tököket szoktam általában választani, de nálam például szimpátia, meg úgy megnyomkodom, ne legyen puha, az a lényeg. Tehát, hogyha puha, akkor ott már valami megindult benne, úgyhogy olyat semmiképpen nem veszek. Ez a legtöbb zöldségnél amúgy egy támpont. Az uborkánál is például én mindig figyelem. Rakunk egy pici uborkát is bele. Úgy szintén mehet csíkokra. Sose tettem volna, ezt én bevallom, a salátához sütőtököt. Nekem ez annyira nem jutott volna eszembe, de így, hogy csinálod, meg kell mondjam, hogy gusta. Igazából a sütőtöknek annyira jó íze van, hogy nagyon-nagyon sok mindenhez passzol. Nagyon változatosan el lehet készíteni, akár vékonyra szeletelve, pici olívaolajjal meglocsolva, egy carpaccióként is el lehet fogyasztani. Nagyon széles a repertoárja, csak nem nagyon merik használni az emberek. Hát ez a standard, tudod, megsütjük, és akkor tök jó. Így van, meg megmaradt az, hogy ez a bébi étel, és akkor a gyerekek egyék, és mire a felnőtt kor elérkezik, hát azt akkor sem szerettem, úgyhogy nem. Jöhet a joghurt. Ez teljesen natúr, semmilyen joghurt, nincs ízesítése. Ezzel szépen megrocsoljuk a salátát. Lehetne olyan fordulat is, hogy mondjuk a sütőtökből csinálok öntetet? Azt vagy nem, ez már túl gondoltam? Nem, mert a salátához nagyon erős, tehát a salátához vagy ecetolajönteteket készítünk, tehát lehetőség szerint tejtermékekkel, ecettel, olajjal ízesítjük a salátákat. Az, hogy a zöldségekből készítsünk egy öntetet, az már egy kicsit extrém, én gondolom, és nem biztos, hogy a salátának jót tenne, mert nagyon megnyomná. Aha. Pici bors.
lehetőség szerint használjunk frissen örölt borsot, mézet, így van, mindegyik zöldséghez illik a méz, illetve az öntethez is illik. Akár külön is kikeverhetjük a joghurtot, mint öntetet. Tehát sóval, borssal, pici mézzel kikeverjük a joghurtot, akár citromlével pikánsát tudjuk tenni, rakhatunk bele zöld fűszereket finomra vágva, és akkor azzal átforgatjuk. Én szeretnélek arra megkérni, hogy egy kicsit így két vélával mozgassd át. Talán menni fog. Elhamarkodott kijelentés volt. Próbálom úgy, hogy mindenhova jusson. Az a cél igazából, hogyha van otthon nagy, kényelmes üvegtál, hát, akkor nyugodtan igen. Bele lehet szórni, és akkor egyszerűbben át lehet forgatni. Szerintem így jó lesz. Tökéletes. Teljesen. És akkor beszéljünk egy picit erről a békönös sütötökről, ami így néz nagyon ki. Nagyon jól néz ki amúgy. Igazából... Nem tudom, önök látják-e? Nem tudom, hova mutatjuk. Hova mutatjuk? Ott, az jó. Akkor beszéljünk egy picit erről a békönös sütőtökről, amit úgy készítettem el, hogy szépen a félbevágott sütőtököt, azt szépen meghámoztam, és ezt a felső részét vastagabb szeletekre vágtam, körülbelül újnyi szeletekre. Miután ezzel megvagyunk, vizet forralunk egy pici sóval, beledobjuk 4-5 percre, megpuhul benne a sütőtök. De még nem esik szét, tehát azért olyan kis szét, fit marad. És szépen betekerjük békönnel. Meg is mutatok egyet, hogy ezt én hogy gondoltam, nyers változatba. Most rajta hagyom a héját, csak a technika miatt. Kicsit olyan, mint a göngyölt máj. Így van, első blikre. Így van. És akkor békönnel szépen körbe tekerjük. Tehát nem baj ez, hogyha nem ér mindenhova. Igazából olyan egy jó hosszú békön. Aha. Így áttér, én azt mondom, hogy ennyi elegendő rá. És én azért főzöm elő ezt a sütőtököt, hogy utána már csak egy serpenyőbe egy pici olívaolajat melegítsek, belehelyezem ezt a békönös sütőtököt, és körülbelül 4-5 perc alatt gyorsan megsüssem, hogy szépen színt kapjon a sütőtök, illetve a békön megpiruljon. Elkészíthető természetesen ez sütőbe is. Uh-huh. Ez esetben hámozzuk meg a sütőtököt, szeleteljük fel, nyersen tekerjük be a békönbe, picit ízesítsük, szilikonlapra vagy egy sütőlemezre rátesszük, és 180-200 fokos sütőben szépen megsütjük. Körülbelül kellene egy olyan jó 15-20 perc, de inkább 20 perc kelleni fog, hogy szépen megpuhuljon, és szép ropogós lesz akkor is, mindkét változat. Egyébként gyorsan elkészíthető, és akár bármilyen húsételhez el tudom képzelni ezt köretként. Tudod, mi jutott még eszembe egy őszi étel? A gesztenye az én nagy kedvencem. Valahogy beilleszthető ebben menni sorba a gesztenye? Hát... Tökkel ez már durva? Tökkel nem szokták párosítani, hanem hamarosan már tonnap lesz, és a liba ételekhez szoktak olyan menüt írni, hogy készítenek gesztenyés ételeket. Uh-huh. Akár úgy töltik meg a liba combot, hogy gesztenyés töltelékkel, akár hogyha egy jó gesztenyés rétesre gondolunk, stb. Igazából... Én a sült gesztenyénél jobb harapnivalót nem ismerek, ősszel, szerintem a legjobb. Hát, otthon, ha csináljuk, mire figyelünk? Jól be kell vagdosni. Így van, hát nehéz kiválasztani azt, hogy egészséges legyen az a gesztenye, ott kezdődik, mert mi már idén belefutottunk olyanba, ami sajnos nem volt egészséges és kukacos volt. Áll. Lehetőség szerint piacon vásároljunk gesztenyét, én személy szerint meg szoktam főzni, tehát én megfőzöm a gesztenyét, utána bevagdosom és 200 fokos sütőben megsütöm. Van, aki áztatni szokta a gesztenyét, van, aki meg csak simán berakja a sütőbe, úgyhogy bevagdosta. Hát dönts el mindenki, hogy szereti. Próbálja ki mindenki az összeset, dönts el. Én azt szoktam javasolni, hogy érdemes előfőzni szépen azt a gesztenyét, bevágni V-alakba, és akkor gyönyörű szépen. Közben nagyon nézem ezt a salátát, én meg fogom kóstolni. Csak nyugodtan. Hogy a tök milyen a salátával. Aztán elmondom. Jól elmondom. Én menet közben itt elaltam a békönös sütőtököt is, íme így néz ki. Teljesen finom. Egyébként a sütőtököt még nagyon sokféleképpen el lehet készíteni, akár risottóba is bele tudjuk rakni. Akár... Furcsa ez a méz, hogy édes, de nagyon finom. Citrommal nyugodtan lehet ellensúlyozni, hogyha esetleg édes. Akár lehet desszertet készíteni belőle, lehet pohárkrémet készíteni, rétest készíteni, tehát a sütőtököt mindenképpen érdemes nagyon sokféleképpen kipróbálni. Nagyon egészséges, úgyhogy mindenképpen készítsenek belőle a finom ételeket. Már így Márton napra tértünk, és a kacsa helyett libára.
akkor libaértelhez te mit tudnál elképzelni? Tudnál valami tanácsot adni a háziasszonyoknak, hogy most hát, mivel próbálkozzanak otthon? Mindenki azt mondja, hogy a liba nagyon-nagyon-nagyon száraz hús, nehéz elkészíteni, rágós, kemény, stb. Én ez ellen vagyok, mert én azt mondom, hogy a liba nagyon-nagyon finom, csak jól kell tudni elkészíteni, hogy ha vásárolunk libacombot, fektessük szépen tepsibe, fűszerezzük alaposan, ezután öntsünk rá egy nagyon pici zsírt, nagyon pici vizet, fedjük le alufóliával, és 100 fokos sütőben hagyjuk szépen körülbelül 6-7 órát párologni, gyönyörű szépen át fog párologni, le fog málni a csontról, és miután ez az idő eltelt, szúrjuk meg egy húsvillával, ha átszalad rajta, akkor már nagyon szép puha, és ilyenkor szépen meg lehet pirítani. Ez időigényes, én azt szoktam mondani, hogy a libához időt kell hagyni, viszont nagyon-nagyon hálás alapanyag a liba. Akár a mellét nézzük, akár a combját nézzük, vagy ha egészbe sütjük, akkor is. Itt kell valamire figyelni a vásárlásnál? Hát, nem jó, hogyha túl idős az állat, vagy nem tudom. Igazából mindenképpen arra figyeljünk a húsok vásárlásánál, hogy ne legyen elszíneződött a hús. Lássuk azt, hogy nedves a hús, tehát hogy nincs kiszáradva, mert hogyha már ki van száradva, akkor sokat állhatott a hűtőbe esetleg. És nyugodtan kérdezzük meg az alkalmazottakat, legyünk bátrak. Általában, hogyha olyan helyen vásárolunk, mindig szívesen elmondják, hogy melyik húst érdemes inkább vinni, melyiket nem. De mindenképpen figyeljünk arra, hogy lehetőség szerint vásároljunk piacon libát, mert akkor az biztos, hogy azzal van etetve, amivel kell, nincsen serkentve arra, hogy növekedjen az állat. Most nézem közben, hogy milyen szép lett a tányér. Azért mutatós kis, én vacsorának tudnám elképzelni. Laktató? Ugye a békön azért dob rajta egy kicsit. Igazából mindenképpen laktató, de mivel salátával van fogyasztva, így túlságosan nem fekteti nem meg nehéz, a gyomrot. Könnyű fehérborral nyugodtan le lehet kísérni, sütőtök krémleveshez ugyanúgy így fél édes bort nyugodtan lehet választani, és nyugodtan el lehet hozzá kortyolgatni. Én úgy gondolom, hogy a leves az nem nehéz. Ha rakunk bele egy nagyon pici libamájkockát, vagy valamilyen más húst, akkor egy picit nehezíthetünk rajta, de úgy gondolom, hogy mind a kettő könnyű étel, és bárki fogyasztatja. Így van. És ami nagyon fontos, hogy mind a kettő gluténmentesen van elkészítve. Fontos a mai világban. Így van. Esetleg a tejszint lehetne valahogy helyettesíteni, vagy aki tejérzékeny, vagy joghurtot? Azt mondtad, hogy ott olaj, vagy citromlé az általában. Igazából a tejszint ki lehet venni belőle, a szója krém, van olyan szója krém, vagy kókuszkrém, amivel lehet helyettesíteni, viszont hogyha ilyen alternatívákba gondolkodunk, akkor azt mindig kalkuláljuk bele, hogy az ételnek más íze lesz. Mellékíz, Tehát a mennyiséghez viszonyítsuk azt, hogy mennyit rakunk bele, hogy nehogy például, hogyha valamilyen kókusztejet vagy bármit rakunk bele, akkor nehogy az legyen esetleg, hogy dominálni fog az íz benne, úgyhogy erre nagyon ügyeljünk. Lehet úgy csinálni, hogy talán egy kicsit több alaplé, és elcsúsztatom az arányokat, vagy nem érdemes ezzel kísérletezgetni? Az alaplé mennyiségét mindenképp, ha kiveszük a tejszint, akkor az alaplé mennyiségét mindenképpen meg kell növelni. Lehet nyugodtan alaplé nélkül is készíteni, tehát vízzel is főzhetjük a levest, de én úgy gondolom, hogy az alaplétől íze lesz, nagyon tartalmas lesz, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy ha tejszín nélkül próbáljuk, akkor nyugodtan az alaplevet húzzuk fel. Úgy is nagyon finom lesz. Hát a töknek egy nagyon kreatív felhasználását láthattuk, én még nem ismertem, és mindenkit csak bátorítani tudnék, hogy merjen mit kezdeni a tökkel. Ha bármilyen kérdésük van, illetve szeretnének valami receptet megtudni, nekünk is bátran írhatnak, ha tudunk, segítünk. Nem is húznám az időt, mert a kollégák már éhesen várják, hogy megkóstolhassák. Úgyhogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm János, hogy eljöttél hozzánk, és szeretettel várunk a következő évszak receptjeivel is. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Viszontlátásra!